Újra megrendezték a Szólj be a papnak című rendezvényt, ezúttal Árvai Tamás adventista lelkésszel és Hankóczi Gergely református tábori lelkésszel Tóth Kata dramaturg beszélgetett a mögöttünk lévő évről a Kulissza kávézóban. A kötetlen beszélgetésben szó volt a háláról, amit a mai időkben a nehéz körülmények között is keresnünk kell. Ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy az ember természete szerint alapvetően hajlamos a rossz észrevételére. Éppen ezért fontos, hogy tudatosan keressük a jó dolgokat, azokat, amikért hálásak lehetünk. Maga Isten is azt mondja, hogy van világosság és van sötétség, amelyek között éles a határvonal. A beszélgető partnerek ezzel kapcsolatban arra keresték a választ, hogy mi az igazán rossz és mi az igazán jó. A Szólj be a papnak rendezvényei 2017 óta egyszerre szolgálják a hitéleti ismeretterjesztést és a vitakultúra fejlesztését, valamint fórumot biztosítanak a legaktuálisabb társadalmi kérdések széleskörű, interaktív megvitatásának.